Ügyi helyzetre való tekintettel rendhagyó módon online kezdődött meg a Kosztolányi Dezső Színház új előadásának próba folyamata. A Domonkos István életművén alapuló Szedjetek szét munka című előadás világának megalkotásakor Domonkos regényének a kitömött madár isztriai tengerpartjának mikrokozmoszát kölcsönözték az alkotók, szövegeink keresztül pedig az elmenéssel, itthonmaradással és az otthonhoz való viszonnyal kapcsolatos létérzéseket boncolgatták. Azzal foglalkoztunk, hogy vajon milyen ez a közeg azok, vagy milyen lett, vagy milyen lehet egy közeg azokkal a szellemi emberek nélkül, akik eltávoznak. Mondjuk egy ilyen közösségből, mint amilyen a Vajdaság is. Hát nyilván természetesen Vajdasággal foglalkoztunk elsősorban, és ennek az egyik oka az, hogy maga Domonkos István is fiatal korában eltávozott innen, és természetesen a mai napig mindannyiunknak hiányzik. Az előadásban megelevenednek Domonkos István jellegzetes karakterei, például a Via Italia című kisregényből, akik ma is aktuális kérdéseket fogalmaznak meg. Ezek a figurák, ezek a kérdések, amelyekkel mi ma minden nap találkozunk, ezek szinte ugyanazok a kérdések, amik ezeket az embereket, azokat az embereket, akik itt ebben a régióban, vagy Közép-Kelet-Európában, vagy Vajdaságban élnek, vagy éltek, ugyanúgy foglalkoztatják. Szerintem ez ennek a domonkosi világnak a csodája, hogy egész egyszerűen bármelyik figurát, még a legapróbb figurát is, hogyha kiemeljük, és összeeresztjük valamelyik másikkal, akkor abból hihetetlen érvényes tanulságok születhetnek. Az előadás szereplői Mészáros Gábor, Kucsok Boris, Búbos Dávid, Hajdú Tamás, Pálfi Ervin és Kőműves Noémi. A díszletet Ondrasek Péter, a jelmezeket Janovics Erika tervezte, a zeneszerző Mezei Szilárd. Az előadás során hangfelvételen közreműködik Süveges Eta. A Szedjetek szét munka című előadás bemutatójára a járványügyi intézkedések feloldásával kerül sor.